Köszöntöm a Galileo Webcast nézőit és hallgatóit a Soyuz MS-5 indításának alkalmából. Én Zsombok Gábor vagyok, és most megkísérlem Vizipál Gábor kollégám bekapcsolását az adásba. Halló, halló. Köszöntelek, adásban vagyunk. Üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat. Közben itt Palinak mondom, hogy még a hangodat visszaellenőrzöm. A kérésem az, hogy a hangerődön tudnál-e növelni? Én nálam a képen éppen a ruhákat igazítják Nestorira, jól figyelem. Nálam pedig Szergej Rjazanszkijra igazítják éppen a Szokol ruhát. Igen, a hangban Nespolit mondtak, most mind a hárman vannak rajta, ha jól figyeltem. Nálam most éppen Szergej Rjazanszkij Szokoljánál csavarják össze a hermetikusan záró réteget, és most azt mutatják, hogy éppen a miután összegombolták, illetve összefűzték a slic részt, a Szokol űrruha V-alakú cipzárjait húzzák föl, és nálam most mutatják Randolph Bresnik amerikai űrhajóst, amint éppen megkezdi a Szokol ruha felvételét. Nem tudom, hogy ebből nagyjából be tudtad-e már tájolni, hogy mekkora az eltérés. Nekem most hanyag fekszik már a egy szimulációs ülésben ül ebben a pillanatban. Akkor te jócskán valószínűleg, hogy előttünk jársz az időben. Elképzelhető, vagy pedig jóval később. Annyi érdekességként elmondom, hogy több NASA TV-t próbáltam nézni, és egymás után a hivatalos NASA TV az hirtelen megszűnt adni, valami miatt lehet túl sokan vannak rajta. A Ustream-essel hasonló a helyzet, és a YouTube-on keresztül vagyok képes. Közben engem még a Tepi hív, egy pillanat és jövök vissza. Igen. Most éppen a Soyuz üléseket próbálták volna bemutatni, illetve próbálják, hogyan tudják használni ezeket a történelmi számítószintetéseket is. Gyakorlatilag nem túl sok módosítással lassan 40 éve használják őket, vagy még annál is több. Ez ilyen. Ez most ilyen. Jó, rendben, kedves elmondom azt is, hogy a szabadságok az történik, hogy nem mindannyian vagyunk ott, és az ország legkülönbözőbb részein, még attól is eltérően, ahogy szoktunk lenni, vagyunk elhelyezkedve, és a legkülönbözőbb internet eléréseken próbáljuk összehozni ezt az adást. Mint említettem, a jelen vezetékes interneten nem érkezik el a megszokott NASA TV-től. A NASA Go Multimedia NASA TV per Public. Van előtte egy kettős kereszt per kettős kereszt Public. Visszaérkeztem. Két fekete csík, amit oldalt az adásban látunk, az a NASA-tól is így jön hozzánk, tehát ez nem a mi. Néhány pillanat múlva az üveg ablakon át a már beöltözött űrhajósok az indulás előtt még a családtagjaikkal
érintkezhetnek, egymás kezéhez illesztik a kezüket, nyilván az üvegablakon keresztül például. És ugye nálam most ért ahhoz a részhez, amit a Pali már a jövőben lát, amikor az űrhajósok egyenként beülnek ebbe a Soyuz űrhajó székbe, és még egy utolsó előtti nyomáspróbát végeznek az űrruhájukon. Az űrruhán ezen kívül még a Soyuzban, tehát már az űrhajóban végeznek még egy nyomáspróbát. Láttuk ugye Paolo Nespolit felöltözni, és szépen sorban látjuk a nyomáspróbákat, ezután még, ahogy a Pali előbb mondta, még beszélnek családjukkal. Nálam most, és ami kimegy ott is, Szergej Riazanszki, orosz űrhajós beszél. Resznik és Nespoli fog indulni. Igen. Elviekben 18 órakor, ha igaz. 17 óra 40-kor, ha jól láttam. Nálam most Randolph Bresznik, amerikai űrhajós beszél a családjával, és éppen Paolo Nespolit mutatják az űrruha nyomáspróbáján. Ő egyébként az abszolút felső határ annak a testméretnek, ami befér a Soyuzba. Úgy tudom, hogy kicsivel több mint 190 centi a magassága. Ez elvileg egy picivel a maximális ülésméret fölött van a Soyuzban, de még megoldották valahogy. Egyébként, amit el lehet még mondani, Paolo Nespoli ugye az Európai űrügynökség űrhajósa, de a jelenleg az olasz űrügynökséget képviseli, tehát ezt az utat, ezt az olasz űrügynökség fizette. Egyébként 1957-es születésű, tehát 60 éves, és ez a harmadik repülése. Ő 2007-ben már 15 napot töltött az űrállomáson, akkor űrrepülővel ment, ez az STS-120-as repülés volt, majd a Nemzetközi űrállomás 26. személyzetének a tagjaként 2010 és 11 folyamán még 159 napot töltött az űrállomáson. Ami még érdekesség, hogy igen nehezen viselte a visszatérést, tehát ő azok közé, az űrhajósok közé tartozott, akik a visszatérés után szoktak úgymond rosszul lenni. Itt pedig Randolph Bresznik űrhajóst láthatjuk, és az őszhajú fekete ruhás úr az Rob Navies, a NASA sajtósa. Mivel az adás a Gábortól megy, ezért nyilván ő tudja pontosan mondani, hogy épp kit lát a képernyőn. Én próbálom nagyjából szinkronizálni, de mivel különböző streamek érkeznek hozzánk az eredeti adásból, e között néhány perc eltérés is lehet. Én nálam most az autóbusz az Vezny felirattal, ami nem az ősi autóbusz, hanem egy ilyen szupermodern autóbusz. Tele van csillagokkal és kék színű az indítóálláshoz kanyarodik. Én már az indítóállást látom és az oda tartó autóbuszokat. Hát, ugye nálam még az utolsó elköszönések zajlanak. Ugye, amiket mi most látunk... Akkor én vagyok ezt, kedves biztos. Igen, a Pali, te messze a jövőben vagy. Az sose baj, ha az ember egy kicsit futurisztikus. De egyszer s mind a múltba is látunk, mert ugye ezek felvett jelenetek, amiket nézünk. Tehát az űrhajósok már bent ülnek a Soyuz űrhajóban. A mi időnk szerint 15 óra 10-kor, tehát már délután 3-kor beültek, és ugye ez a Soyuz a Szokol űrruhák bekapcsolása, beüzemelése, ez a mi időnk szerint délután 1 órakor vette kezdetét, tehát amit most látunk, az délután 1, és délután 3 óra között történt.
Nálam egy pillanatra az élő adást is bekapcsolták. Lehet, hogy csak ez egy NASA TV kapcsolási hiba volt, vagy pedig ez a bizonyos felvétel stream leállt nekik. És nálam a... most mennek ki az űrhajósok a felkészítő épületből, hogy jelentést tegyenek az orosz űrügynökség vezetőjének arról, hogy készek a igen, repülésre. Én nekem, igen. Hát akkor másfél-két perc van köztünk jelenleg. Egyébként ez az első eset, hogy a Szojuz űrhajó parancsnoka, aki ugye mindig orosz űrhajós, sem nem pilóta, sem nem mérnöki képzettségű, hanem úgymond tudós, tehát kutató. Sergej Jazanszky ugye biokémikus orvos, és ugye és a második repülés ez a Szojuz űrhajóval, illetve a második hosszú időtartamú repülése lesz ez a nemzetközi űrállomáson. Így hát ő láthatja el a Szojuz parancsnoki tisztségét. Ugye ez, amit most látunk, ez a mi időnk szerint délután 3 óra körül történt, amikor a személyzet megérkezik az indítóállásra, és megkezdi a beszállást. Ezt ugye mindig el szoktuk mondani, hogy a dobozka, amit cipelnek, az a hűtőlevegőt nyomja az űrruhájukba. Úgy szokták jellemezni az űrhajósok, hogy a szokol űrruha addig jó, amíg nem kell benne megmozdulni. Onnantól kezdve viszont... Igen, és nálam... Most azt fogják majd elmondani, hogy ez egy emlékküldetés lesz az első Sputniknak a képével, hiszen 60 évvel ezelőtt történt a Sputniknak a felülése, és ugyanarról a launchpadról, tehát indítóállásról fogják indítani ezt a társulatot, mint az első. Tehát 60 évvel ezelőtt. Igen, ez mondjuk az egyes számú indítóállás. Mondjuk nálunk a keleti pályaudvar már régebbi, meg a nyugati, de azért egy olyan űrkikötő, ahol már 60 éve indítás van, azért az érdekes jelenség, és azért, na hát szóval egyszerűen érdekes, na. És most beszállnak a kék liftbe, és felmennek a 6. szintjére ennek az összeszerelő épületnek. Egyébként volt egy pillanatra egy NASA TV adás megszakadás némi sípolással, tehát... És ismét a Soyuz hordozó rakétát láthatjuk az indítóálláson. A rakéta körülbelül 50 méter magas, körülbelül 310 tonna az induló tömege, ennek a nagy része üzemanyag. A tetején a fehér burkolat alatt látható a Szojuz űrhajó. Majd egy összefoglalót adnak ugye az indításokról, ez még nem az igaz indítás lesz, egy szimulációs képsorozat lesz, filmsorozat, tehát egy ilyen film, ami több különböző szimulációs filmből van összerakva. Nyilván ezt az oroszok készítették. Majd fogjuk látni, hogy a bizonyos magasság fölött leválik a mentőrakéta, majd utána az úgynevezett Corollary of csillagban a négy első fokozat. Amikor a légkör fölé ér, akkor leválik majd a burkolat, amelyik a magát az űrhajót védi, az aerodinamikai védőburkolat. Nálam most mutatják azt az emlék, tehát azt a festést a rakéta oldalán, amire előbb hivatkoztál, amivel ugye a Sputnik... Igen, az 1957-es első Sputnik indítás, hiszen ugyanarról a launchpadról és ugyanazon a helyen van, ezt mondta ez a bizonyos 60 éves dolog, és hát ezért
ez egy érdekesség, és megemlékeznek ezzel a kis ábrával, amit elfestettek. És akkor mondom, hamarosan lesz az a rész, amikor egy szimuláció mutatják először az indításnak a részeit. Mint ugye mondtam, először majd el fogja dobni a mentőr rakéta leemelő szerkezetet, amelyik ugye a nagy rakétának a testéről. Az tulajdonképpen a mentőr rakéta. Részlet, az orkúp részlet tudná emelni, hogyha esetleg valami gond lenne. Majd utána az első fokozatnak a vége, amikor az úgynevezett Korolev csillagként leválik a négy oldalsó első fokozat, majd utána látjuk, hogy a légkör fölött hogy válik le az aerodinamikai védőkút. És nálam most mutatják a rakéta felépítését. Ugye angolul igen, felül látható a mentőtorony, alatta a Szojuz-MS űrhajó, alatta a második fokozat, és az első fokozat. És nálam most kezdődik az a szimuláció, amire hivatkoztál. Ugye a Soyuz hajtómű indítás, ez egy 20 másodperces folyamat, aminek a végén ugye megtörténik az elemelkedés a Bajkonuri űrközpontból, és amiket az előbb mondtál, azokat mutatják szépen sorban. A repülés 104. másodpercében fog megtörténni a mentőrakéta leválasztása, majd kb. 10 másodperccel később leválik az első fokozat négy rakétája, a repülés 165. másodpercében válik le a védőburkolat, majd a repülés 285. és 287. másodperce között történik meg egyszerre a második fokozat leválasztása és a harmadik fokozat indítása, ezt követi a harmadik fokozatot a második fokozattal összekötő burkolat leválasztása pár másodperccel, és a harmadik fokozat fogja pályára állítani a 7,2 tonnás Szojuz űrhajót, ami az indulás után körülbelül 6,5 órával fog dokkolni a nemzetközi űrállomáshoz, tehát most a gyors úton mennek, nem a régi kétnaposon. Akkor ezt most már harmadszorra immáron elmondtuk, igen. De te ugye másodpercekkel meg percekkel együtt. Aztán majd szétnézünk a Soyuznak a belsejében. És ugye, mint ahogy mutatták a NASA TV-n, a személyzet három tagja a Nemzetközi Űrállomás 52. állandó személyzetéhez csatlakozik. Három űrhajós várja őket a nemzetközi űrállomáson. Jelenleg Fyodor Jurchikin orosz, Jack Fisher és Peggy Whitson amerikai űrhajósok. Ami az érdekesség, hogy Peggy Whitson még a kettővel előtti, tehát a Soyuz MS-03-mal ment fel tavaly november 17-én, és nem jött vissza június 2-án Novickival és Thomas Peskelt, az orosz és a francia űrhajósra, akikkel ment, hanem a küldetését meghosszabbították 9 hónaposra. Így ő a jelenleg fent lévő Fyodor Jurchikinnel és Jack Fisherrel fog visszajönni szeptember 3-án. Sőt, ráadásul neki ez már a harmadik repülése, így pillanatnyilag ő a legrégebb óta a legtöbbet a világűrben levő, aki most fönt van pillanatnyilag a világűrben. Igen, az amerikai a űrhajósok közül jelenleg ő a legtapasztaltabb. Egyébként ő ugye jelentkező volt az egyéves küldetésre, amit végül Scott Kelly űrhajós teljesített. Scott Kelly tartaléka Jeffrey Williams volt, és ugye Peggy Whitson is a jelentkezők között volt, és ez most ez a hosszabbítási lehetőség egy jó alkalom. Itt most nálam a Soyuz űrhajó felépítését akár azt mutatták. Még elmondhatjuk, hogy mintha ő lenne az űrben legtöbb időt eltöltött nő idáig, de ez is igaz.
Nálam most ugye a Soyuz űrhajó felépítését, illetve a visszatérő kabin belsejét mutatják a három üléssel és a Neptun vezérlő panellel, aminek a leghangsúlyosabb része ez a két színes folyadékkristályos kijelző. Az első Soyuzokban azokon a helyeken ilyen mechanikus föld gömb volt, amit egy óra szerkezett, az űrhajósok által korrigálhatóan próbálta mutatni, hogy éppen a Földnek melyik része fölött szerepelnek. Igen, és be tudták úgy is állítani, hogy hova érkeznek vissza az aktuális időpontban. Nálam most a beszálló ajtót mutatják, ami a visszatérő kabinból fölfelé vezet az orbitális kabinba, és ugye az űrhajóba az orbitális kabinon keresztül lehet beszállni, van egy ajtó oldalt, és velük szemben pedig az orbitális kabin elején, most éppen fölfelé megy a kamera, az orbitális kabin elején található a dokkoló szerkezet, aminek a belsejében az átszálló ajtó található a nemzetközi űrállomásra. Ugye az orbitális kabin az, mert nem tér vissza, a visszatérő kabin az egy jellegzetes hőpajzzsal ellátott kicsit olyan kúpos szerkezet, az orbitális pedig gömb alakú, nincs is felkészítve a visszatérési képességekre. Igen, az sokat elmond, hogy míg a kisebb, szűkösebb visszatérő kabin majdnem 3 tonna, addig a nagyobb teret kínáló gömb alakú orbitális kabin a dokkoló rendszerrel együtt is csak 1,7 tonna. Tehát ennyivel erősebb a visszatérő kabin szerkezete, és ennyivel több mindent kell a visszatérő kabinban pluszban elhelyezni. Magában a visszatérő kabinban egyébként 50, az űrhajósokon kívül 50 kg teher visszahozatalára van szükség, ezt a parancsnoki, a középső parancsnoki ülés mögé lehet bepakolni. Itt pedig most azt láthatjuk, hogy a pályára állás után egy pillanatra mutatták, hogy a Soyuz űrhajó kinyitja a napelemeit. Ami érdekesség, hogy a Soyuz MS sorozat most kapott egy 5. akkumulátort is. Elvileg ezen a 6 órás úton napelemek nélkül is teljesen simán tudnának boldogulni. Több mint egy napra elegendő a Soyuznak csak az akkumulátor kapacitása. Közben a Ustream megjött a videóval, és a NASA TV is. Nálam most éppen a Soyuz rakétát mutatják, de úgy, hogy a rakétának csak egy kis része, az első fokozatok teteje, a második fokozat felső része és a harmadik fokozat alja egy jellegzetes piros burkolattal látható. 4 kar tartja az első fokozatnál, ezeket nem látjuk, viszont látjuk azt a 4-et, ami a második fokozatot tartja, ezek fognak felnyílni majd látványosan az induláskor, és még 2 hosszabb kar van, az egyik a harmadik fokozatot táplálja, a másik pedig magát az űrhajót táplálja elektromosan, illetve adat, tehát kommunikációs kapcsolatot is biztosít az utolsó percig az indítás előtt. És hát ez, mint már említettük, a kazaksztáni Bajkonur űrközpont egyes számú Soyuz indító állása. Ezen kívül még egy indítóállás van a 31-es számú, az 10-valahány kilométerrel arrébb keletre. Nálam Randolph Bresnik űrhajós képét mutatják éppen. Randolph Bresniknek ez a második repülése és az első hosszú időtartamú repülése, és ez egy kis bejátszás lesz, úgymond 5 tény, amit Randolph Bresnikről tudni lehet, hogy a nagyszülei között volt Amelia Earhart pilótanő egyik fotósa, ez egyik. Randolph Bresnik egyébként a máig a tengerészgyalogság tagja, több mint 6000 repült órával rendelkezik. Meg az autóját is megmutatják, hogy milyen. Igen. Mustangja van, nem figyeltem pontosan. És
Hát ő ugye F-18-ason is repült, ami mondjuk nem meglepő tengerész gyalogságnál, OV-8-asok és F-18-asok változatok vannak. Elég gyakori. És ugye hát a legtöbb katonai pilótához hasonlóan ugye már gyerekkorától felébredt az érdeklődés a repülés során, és hát szépen sorban haladt előre. És ami még érdekesség, és nem említik, amikor közvetítettük annó 2011-ben az utolsó repülést, az STS-135-ös repülést, Randolph Bresnik is a földi segítőcsapat tagja volt, és ugye volt egy jelenet, itt beszélnek az autójáról, volt egy jelenet, amikor üzeneteket mutattak a fehér szobában a technikus csapat tagjai, hogy köszönik az eddigi űrrepülőprogramon elért eredményeket, illetve hát egy emléket is állítottak, és ennek a csapatnak a tagja volt ő is, tehát azon a felvételen, úgymond, ő is megvan. És hát itt ilyen magánéleti részletek, hogy egy ilyen kastélyban esküdött. And in good Marine Corps fashion, we decided to have a piper at the wedding ceremonies. And then we wisely decided that the piper was the only one that had the legs to wear a kilt at the wedding. És hát ugye az elmaradhatatlan elérhetőségek. Most már minden űrhajósnak kell például Twitter fiókkal rendelkeznie. Ha nincs neki, akkor kap. Érdekes nevet választott a Twitterre, ugye általában Astroval szoktak kezdődni, és ő az Astro Comrade nevet választotta magának. Astro Comrade? Igen. Reftás? Vagy igen. Pontosabban igen. Reftás. Ha minden igaz, akkor körülbelül 9 perc van hátra az indításig. Nálam ismét a Soyuz rakétát mutatják. Ami eredetileg fehér ezen a rakétán, ezt mindig el szoktam mondani, ez a Soyuz űrhajó burkolata és a mentőtorony. Az alatta lévő fehér rétegek, azok jégből állnak, és mutatják a mínusz 180 foknál is hidegebb folyékony oxigén tartályokat. A Soyuz űrhajó minden fokozata kerozinnal, illetve folyékony oxigénnal üzemel. Most ismét Randolph Bresnik életét fogják bemutatni röviden, de mintha őt már mutatták volna. Közben arról beszélnek, hogy az amerikai űrhivatal jelenlegi ügyvezetője, igazgatója és az emberes műveletekért felelős vezető is figyelemmel kíséri az indítást. Ugye itt már látjuk, hogy élő a két szervíztornyot, amin keresztül beszálltak, azt már visszahajtották. Ez fél órával, 25 perccel az indítás előtt történik. És ugye fél órával az indítás előtt, tehát kb. 23 perce élesítették a mentőtornyot is. Most már, ha bármi baj történik a rakétával, mondjuk esetleg kigyulladna, akkor a mentőrakéta rendszer végezni a dolgát, és biztonságos távolságra tudná menekíteni az űrhajósokat. Public Affairs Officer Rob Mabius there with the contingent, watching from just a little under a mile away from a viewing stand with friends, family and... Ami érdekes, hogy visszaszámláló órát én még nem láttam. Nem tudom, hogy Pali, te a jövőben láttál-e. Nem. Jelenleg most egy ilyen show-t mutatnak Randy Bresnikkel kapcsolatban, vagy legalábbis őt mutatják, aztán egy ilyen ISS show van, ahol mindent, amit el tudsz képzelni, és tényleg ilyen showba illő. A kupolán való
kitekintésen át más egyéb dolgokat, és most van a Astrokomrád. Igen, nálam most jött Randolph Bresnik ismét. És aztán ott van neki a Twitter, majd avval zárják a Twitteres fiókjának a nevével. Ez egy videóklip-szerű összevágás Randolph Bresnik eddigi pályafutásából. Ez mondjuk nem teljesen értettem, hogy miért hoztak be, amíg a 40-es évekből két motoros gépeket, de azt hiszem, hogy ez az apukáról szólt. A nagyszülőkről szól. Na akkor ráadásul. Hiszen ő 67-es születésű, tehát... Elvileg az 50. születésnapját fönntölti. Hát az ugye az Amelia Earhart féle repüléssel kapcsolatos. Ahol a nagyapja, az egyik nagyapja fotósként vett részt az események dokumentálásában. Pontosabban Amelia Earhart pályafutásának dokumentálásában. Amit még meg lehet említeni, de nem említettek, ugye Szergej Rjazanszkijnak az orosz űrhajósnak is van egy hasonló múltbeli vonatkozása. Az ő egyik nagyszülője még Szergej Korolyov alatt dolgozott, mint rakétatervező. Az egyik nagyapja. Tehát Szergej Rjazanszkijnak is vannak ilyen irányú, úgymond, nagyszülői öröksége. Ezt, amit most látunk, ezeket a videóképszerű összeállításokat, ugye minden űrhajós elmondja, hogy mennyire szereti nézni fentről a Földet, illetve mennyire szeret fotókat készíteni. Paolo Nespoli például elmondta, hogy az előző útja során ő 65 ezer fotót készített. Ennek ugye jó része dokumentációs céllal készül, de nagyon sokat hobbiból is fotóznak. Mint ahogy egyébként ezen a videóklipszerű összeállításon is látjuk, a Bahamákat mindig bevágják, ha csak egy töredék másodperce is, mert jellemző, közel van Floridához és szép is. Az amerikai űrhajósok mindig beszokták ezt vágni egy pillanatra. Nálad melyik űrhajós van pillanatnyilag? Nálam most ismét Randolph Bresnikről beszélnek. Igen, ez az, hogy mintha kicsit eltévesztették volna, másikat kellett volna mutatni talán. Én is úgy gondolom, hogy mintha valami olyasmit vágtak be, volna be a NASA TV-nél, amit nem kellett volna. Vagy valami olyan problémájuk merült fel, ami miatt ismételniük kell. Most 4 perc van nálam, nagyjából ez a valós idő, tehát kb. 4 perc van hátra az indításig. Így van. A híres indító kulcs, ugye az orosz indítások során rengeteg ceremónia, hagyomány, tradíció van, amin végig kell menni az űrhajósoknak. Na nálam most mutatták a Szojuz űrhajó belsejét, Szergej Rjazanszkij van az előtérben, és Randolph Bresnikkel a háttérben, a fedélzeti mérnök ülésében. És most ismét a Szojuz rakétát mutatják a Bajkonuri indítóálláson. Akkor eléggé összeszinkronizálódunk lassan. Maga az indítási folyamat ugye az elemelkedéstől a pályára állásig 8 perc 45 másodpercig fog tartani. Ennek az első pár perce lesz a legdinamikusabb. Egyébként érdekesség, hogy említettem az indító kulcsot, ez is egy ilyen ceremoniális dolog. Az indító kulcsok másolatait az űrhajósok megkapják. Ez szintén egy ilyen kis tradíció. Vigyázni kell egyébként, tehát nagyon hamar
alkotnak új tradíciókat az oroszok. Egyszer, amikor az egyik személyzet tagjai a repülővel utaztak ugye a Moszkva melletti csillagvárosból Bajkonurba, az egyikük véletlenül aláírta az egyik részét a repülőnek a falakon, és azóta mindenkinek kell, tehát ezzel ott vigyázni kell. Egyébként is rengeteg ilyen ceremoniális esemény van, múzeumlátogatások, a Sivatag Fehér Napja című filmet mindig megnézik az indítás előtt például. Lehet látni, hogy egyébként az űrhajósok sisakjai már le vannak zárva, amit ugye az indítás előtti 5. percben zárnak le. Most áll le a folyékony oxigén, illetve a elfogyott üzemanyag helyét kitöltő nitrogén utántöltése a fokozatokba. Hamarosan látható majd, ahogy repülési nyomás alá kerülnek a tartályok, ez kb. Egy 2-2,5 báros nyomás, ami a szivattyúknak segít. Ezt majd onnan lehet látni, amikor a jellegzetes gőzfelhők a kivezető szelepeknél, illetve párafelhők a kivezető szelepeknél megszűnnek. Ugye a hideg oxigén körül ilyenkor kicsapódik a pára, ami még alacsony páratartalomnál is bekövetkezik, jelenleg elég meleg van, több mint 30 fokot mutat az időjárás jelző, és elég alacsony, 40%-nál is kisebb páratartalmat, tehát viszonylag szárazott a levegő most. Én nálam, bocs, mert én ugye arról tudok beszélni, amit látok, hogy a felső támasztó az elhúzódott. Az azt jelenti, hogy egy percen belül vagy az indításhoz, és a T-20-at pedig a hajtómű indítás fogja jelezni. Egy 20 másodperces folyamat, először felpörgetik és a turbószívet. És szó szerint be is mondták, hogy 20 másodperc múlva indítanak. Nálam jelenleg még a rakétát mutatják. Én nálam elindul, tehát beüzemelték a... és körülbelül 4-5 másodpercre rá, ahogy megjelent a fény és a füst, tehát elindították a rakétákat, elemelkedett. Érdekesség, mivel nálam még nem indult a rakéta, azt el lehet mondani, hogy az első két fokozat hajtóműveit, tehát amit a Földön indítanak, azt tulajdonképpen hatalmas gyufákkal gyújtják be. Tehát egy kb. Méter hosszú fapálcik a végén egy pirotechnikai töltetet indítanak be, aminek a hajtómű begyújtásán kívül még az is a feladata, hogy egy vezetéket elégessen, ami jelzi, hogy elműködött a pirotöltet. Nálam körülbelül most van T-1 másodperc, de bizonyos, tehát én is már látok a jövőbe más csatornákon keresztül. Csak ami adásba megy, az. Igen, ennek valamilyen értetlen módon van egy késése. Most nekem most mondták, hogy egy perce vannak úton. Most kerültek nyomás alá az üzemanyag tartályok. És nálam most várom az indítást. Na, nálam egy perc van hátra az indítás. Akkor legalább 2,5 perc van köztünk. Mostantól már a rakéta és az űrhajó áramforrásai szolgáltatják az áramot rakéta működéséhez. Érdekesség, hogy magának a Soyuz rakéta első fokozatának a hajtóművét meghajtó szivattyúkhoz a rakéta külön tartályban viszi magával a hidrogénperoxidot, ellentétben a harmadik fokozattal, ami már egy kicsit fejlettebb,
ami az üzemanyagból nyeri ezt az energiát is, amivel a szivattyúkat működteti. Nálam most kezdődött meg a hajtóművek indítási folyamata. És nálam most nagyon emelkedik el. Nagyon szépen fog látszani a Koroljov csillag hosszan bugdácsolnak majd jól láthatóan az indítás után. 420 és eszméletlenül jó digitálisan támogatott képstabilizáció van, tehát majd lesz, azt majd fogjuk látni. És nagyon jól ráközelítenek, tehát nem csak távoli, hogy mondjam, ilyen csillagocskákat lehet látni, ami viszonylag nagy méretű, ugye a fénylés miatt, hanem egészen jól ráközelítenek, úgyhogy nagyon nagy felbontással is jól lehet látni mindent. Én szerintem még ilyen indítást nem láttunk. Ezt most csak én így előre elmondom, hogy ilyen én minden ezt észre. Ugye az ottani idő szerint már este van, ők körülbelül 4 órával előttünk járnak, és nálam most éri el a maximális terhelés pontját a rakéta, körülbelül 12 km magasan, ugye a hangsebességet már a 45. másodpercben átlépte, ilyenkor minden négyzetméterre 3,8 tonnányi terhelés nehezedik, és ez fokozatosan csökken. Nem sokára következik majd a mentőtorony és az első fokozat leválása. A gyorsulás ilyenkor fokozatosan épül föl, lehet látni először a mentőtorony leválását, majd pedig a első fokozat 4 gyorsító rakétájának a leválását. Ennek az az érdekesség, hogy ezek 3 ponton kapcsolódnak a rakétához, először a 2 alsót oldják ki, majd kioldják a felsőt is, ami egy gömbcsuklóval el tud fordulni, és kinyitnak a folyékony oxigéntartály szelepeit is, ami így ellöki a 4 gyorsító rakétát a 2. fokozattól. A légellenállás meg ennek a lökés hatására ezek a fokozatok bugdácsolva távolodnak a 2. fokozattól. És ez nagyon szépen látszik körülbelül nálad mostanában. Igen. És nagyon érdekes, hogy még látszik az eltávozó mentőtorony is, tehát ez igen, így van, tehát összesen 5 darab kis pötty van. Igen, még két pötty is betársul ezután, amik a Szojuz űrhajó leváló védőburkolatának a fényei, és ez egy nagyon szerencsés fény, illetve kameraállás. A 2. fokozatból kiáramló gázokat látjuk. Ahogy egyre magasabbra emelkedik a rakéta, úgy csökken a külső légnyomás, és a hajtóműből távozó gázok úgy tudnak egyre jobban tágulni. Én szerintem nem is láttunk még ilyen jó minőségűt. Igen, tehát ez most egy nagyon szerencsés összeállása, nagyon jó megvilágítás ez most tényleg. Igen, és szerintem maga, hogy mondjam, ez a tárcső kamera is elég a helyzetnek a magaslatán van. Ha belegondolunk abba, hogy az első fokozat leválása, tehát az első 4-5 fénypont, az 42 km magasan történt meg, illetve a védőburkolat leválasztása pedig, tehát a másik 2 pont, az már 78 km magasan történt meg. Most éppen Paolo Nespolit láthatjuk a Soyuz 3. ülésében, és az ő ablakán már besüt a nap, és egy kis manó. Igen, ez egy felettébb érdekes játék. Nem akartam előre elmondani, az hogy lehet, hogy ott már besüt a nap nekik? Tehát elértek már Japán fölé eddigre? Még nem. Még csak körülbelül 140 kilométerre lehetnek az indítóállást. Pontosabban nem. Már olyan 400-500 kilométerre vannak az indítóállástól, és 170 kilométer körül lehet. Igen, 150 kelet felé mennek,
Hamarosan következik a második fokozat leválasztása. Szerencsére itt a közvetítés már mutatja is, hogy 160 km a magasság és kb. 500 km a távolság az indítóállástól. Most vált le a második fokozat, indult a harmadik fokozat, ledobta a burkolatot. A gyorsulás most kevesebb, mint 1G, tehát az, hogy Paolo Nespoli integetett, ez nagyon jól, illetve Randy Brestek is most integet, ezek jól eltalált pillanatai azoknak az időszakoknak, amikor a terhelés viszonylag alacsony. Körülbelül 3,3 G lesz az a maximális terhelés, amivel 3 perc múlva találkoznak az űrhajósok közvetlenül a harmadik fokozat hajtóműveinek a leállása előtt. És amit még láthatunk, ugye középen láthatjuk az adatokat, bal oldalt láthatjuk azt a magasság, távolság ott mutató grafikont, amit az űrhajós befut, jobb oldalt pedig az tehát a rakéta gyorsulását láthatjuk, úgy skálázva, hogy hány G ez a gyorsulás, tehát hány G terhelést kapnak az űrhajósok. Lehetett látni, hogy az első fokozat kiégés előtt kapták a legnagyobb terhelést, az 3,9 G volt, majd a második fokozat csak kb. 2,5 G-ig ment fel, lehet jól látni a leválasztást, és most szépen növekszik a terhelés, nagyjából másfél G most. És hát nem kell kommentálni a sebességet és a távolságot mutatják az indítóállástól. Az űrhajósoknak sok teendője ilyenkor nincs, csak felügyelik a rendszereket. Akkor lenne teendőjük, ha valami baj történne, és le kellene válni a rakétáról, akkor viszont nagyon gyorsan kell pár folyamatot véghez vinni, hogy az ez esetben következő vészvisszatérés az némileg kényelmesebb legyen. Ha a repülésnek ebben a szakaszában történne valami a rakétával, akkor a vezérlés leállítaná a hajtóműveket, és nem a teljes űrhajót választaná le a rakétáról, hanem csak a két kabint, majd miután beállították a visszatéréshez az irányt, leválasztaná a könnyebb orbitális kabint is. És ezt egy ballisztikus visszatérés követné, ami azért egy igen megterhelő volna az űrhajósok számára. Azonban ennek a valószínűsége szerencsére másodpercről másodpercre csökken. A repülés utolsó 4 másodperce egyébként az, amikor, hogyha valami történik, mondjuk leáll a rakéta hajtóműve a tervezet előtt, akkor még van esély rá, hogy az űrhajó hajtóműveivel helyesbíteni tudjanak. Tehát az utolsó fokozatnak a saját hajtóművével. Illetve hát ugye a maradék űrhajónak, igen. Igen, igen. Tehát ha az utolsó 4 másodpercben történik valami, akkor van lehetőség a Soyuz hajtóműveivel a pályára álláshoz, és utána a maradék üzemanyag fejnyében el lehet dönteni, hogy visszatérnek, vagy pedig el tudnak menni az űrállomásra. De jelenleg nálam most már 15-20 másodperc van hátra a hajtómű leállásig. A NASA TV-n most 10 másodpercet mondtak. Nálam meg leállt az adás komplettül. És most láthattuk, ahogy a Soyuz űrhajó levált a hordozó rakétáról. Pár másodperccel követően kell kinyílni a napelemeknek. A kézrázás arról árulkodik, hogy a Soyuz űrhajóval minden rendben. Egy órán belül két előre programozott hajtóműindítással egy magasabb pályára emelkednek. A mostani pálya körülbelül 220-250 km-es átlagmagasságú, erről fölemelkednek egy körülbelül 300-330 km-es pályamagasságra, és egy-két keringés múlva felemelkednek az űrállomás 400 km-es pályamagasságára, hogy a mi időnk szerint éjfél körül már dokkolni is tudjanak az űrállomással.
Az átszállás körülbelül a mi időnk szerint már holnap, ugye éjjel fél kettőkor történik meg. But a very happy Rozanski, Breznik and Nespoli obviously in space and on their way towards the international. Jelek szerint, az eddigi jelek szerint egy újabb sikeres Soyuz indítást láthattunk. A mostani személyzet tagjai a tervek szerint december 14-én fognak visszatérni a Földre. És azt nézem, hogy a következő Soyuz indításra mikor kerülhet sor. A Soyuz MS-6-os a tervek szerint szeptember 12-én fog indulni. Joe Akaba, Alexander Misurkin és Mark van der Hai űrhajósokkal, tehát egy orosz és két amerikai űrhajóssal. Amit még el lehet mondani, hogy ez az indítás azért került július 28-ára, és az előző indítás is azért került a szokásos márciusi indítás helyett április 20-ára, mert az eredetileg a Soyuz MS-4-es űrhajónak szánt Soyuz hűtőrendszere meghibásodott az indítás előtt, így az utána, tehát a gyártási sorban utána lévő űrhajót kellett felkészíteni április indításra, ami magával hozta, hogy az eredetileg szeptemberi indításra tervezett Soyuz felkészítését is előbbre kellett hozni, és ez a Soyuz az, amin most a három űrhajós utazik, mostanra lehetett a felkészítést előbbre hozni. A meghibásodott űrhajót visszajavítják, és az lesz a Soyuz MS-6-os, ami szeptemberben fog indulni. Egyébként a belső hűtőrendszerben ez csak egy folyadék szivárgás volt, a triol nevű folyadék, ami a belső hőcserélőkben áramlik. Ez, ha jól emlékszem, 70% glicerin, 30% vízkeverék, ez szivárgott, és hát miután a hibát kijavítják, újra kell teszteni az űrhajót, így szeptemberben tud repülni, és szeptember után áll vissza a szokásos rendje a nemzetközi űrállomásnak. Én nálam azt mondják éppen, hogy az űrhajósok a űrhajójukkal a helyes pályán 6 óra múlva, pontosabban 6 órán belül felérkeznek az ISS-hez, hogyha minden a tervek szerint megy, és ilyen pillanatban ugye Koroljovot mutatják majd, ugye nálad, hogyha én továbbra is előbbre vagyok, a pillanatnak a NASA tévén, tehát ez egy jó hír, azért mondtam el gyorsan. És néhány perc múlva már az ismétléseket fogják mutatni a különböző kameraállásokról, de én szerintem amit élőbe adtak, az annyira szép és jó volt, olyan jó minőségű, hogy mi már elég sokat közvetítettünk, de nagyon szerencsés fény viszonyok voltak. Nem lehetett még látni, mint ahogy most mutatták. Igaz, hogy én is HD-re kapcsoltam, de tényleg nagyon szép. Nem tudom, hogy a többi kameraállás majd mit fog mutatni. Ez igen, is azt mutatja, hogy bár szinte rutinnak tűnik a Soyuz indítás, mégsem az, ugye most is tudtunk valami újat mutatni, amit még nem láttunk. Még mi sem. Hát ők mutattak nekünk, mint nekünk meg nagy mázliból szerencsénk volt ebbe úgy bekapcsolódni, hogy úgymond magyar nyelven, hát ugye főleg te kommentáltad. Én ugye szerencsétlenül lettem volna, hogyha minden 2,5 perccel előbb mondok, de azért, amikor úgymond tényleg olyan jó hír volt, hogy na most innentől kezdve biztos, hogy jó úton járnak, azt azért bemondtam. Közben én ellenőriztem egy pillanatra a hangunkat. Jó, és ahogy nézem, még a felvételt sem felejtettem el. Remek.
Nem tudom, hogy megvárjunk esetleg még egy ismétlést, vagy... Amennyi időd van, meg hát nem tudom hányan néznek, ha van néző és érdekli őket. Én nálam még nem kezdődött el az ismétlés. Most fogják kezdeni, előtte ugye bemutatják, hogy mik lesznek a következő adásidőpontok, és most az amerikai irányító központot, tehát az ISS-nek az irányító központját mutatják Houstonból. Egyébként ugye megszokott. Érdekesség, hogy Houstonban most két szoba is alkalmas arra, hogy a nemzetközi űrállomás indításait közvetítse. Egyszer az első Orion útért felelős kék szobát építették át, teljesen modernre, és azóta az űrrepülőindításokat végző fehér szoba átépítése is megtörtént modern irodai környezetre. A orosz korolyovi irányítóközpont pedig még mindig a régi hagyományos felépítés szerint üzemel. Ami érdekesség, hogy az oroszoknál és a kínaiaknál viszonylag nagy létszámú a központi irányítóközpont. Az amerikaiaknál a rendszer úgy működik, hogy viszonylag kisebb létszámú a fő irányító szoba, úgymond, viszont több másik szoba van, ahol a különböző szakértő csoportok külön-külön tudnak besegíteni a munkába. Esetleg, ha egyszerre többen kell, hogy szóljanak, akkor nem alakult ki akkora hangzavar, hanem csak egy-egy vezér, tehát az adott csoportoknak a vezetője tud ugye kommunikálni a... Igen, ehhez még hozzátartozik, hogy a repülés irányítók úgymond körökönök, ezt loopnak mondják angolul. Tehát minden repülés irányító mellett van egy panel, ahol szabályozni tudja, hogy úgymond ki az, akire rácsatlakozik, tehát kivel tud éppen kommunikálni. Pontosabban, hogy kivel akar. Igen. Nyilván azt kap engedélyt, hogy az addig összegyűjtött információkat átadja. Nyilván átlátja, hogy melyik a legfontosabb. Talán nem fogunk sose olyat látni, ami egy ilyen vészszituáció, mert ennek igazából akkor van nagy jelentősége, amikor az adott szituáció, ami kialakult, melyik csoport az, amelyiknek a legaktívabbnak kell lenni, ugye, az adott esetleg kellemetlen esemény elhárításához. Nála megkezdődtek az ismétlések. Én a Houston irányító központot látom. Központot látod még, igen. Olyanok ezek az ismétlések, hogy mutatják egyesével ugye a kamerákat. Amikor az indítás volt maga, akkor az egyes kameráknak úgy vágták össze a képeit, hogy mindig az űrhajót láttuk, tehát ugye a rakétát láttuk. Itt meg egyesével kezdik mutatni az egyes kamerákat. Most mutatják nálam a repülés felvarróját. Amit még nem mondtunk el, hogy ugye az Európai Ügynökség minden repülésnek nevet ad. Paolo Nespoli mostani repülése a Vita, az élet nevet kapta. Általában valamilyen művészethez vagy tudományhoz kapcsolódó elnevezést kapnak az Európai Ügynökség emberes űrküldetései. Aminek nyilván van némi köze ahhoz, hogy az adott űrhajósnak mi a feladata. Igen. Nem mondtuk el, de az űrállomáson a személyzet, aki most fölmegy, összesen 330 kísérletben lesznek érintettek, ebből 85-öt már ők kezdenek el. Vannak olyan kísérletek, ugye, amik folyamatosan mennek, és számos olyan műszer is mér az űrállomás külsején, illetve belsején, amihez az űrhajósokra viszonylag ritkán van szükség. Az egyik érdekesség, hogy ugye Szergej Jazanszki a sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy többek között mi vizsgálni fogják azt is, hogy az űrhajósok fájdalom küszöbe, hogy változik a súlytalanságban eltöltött idő folyamán. Ugye neki, mint orvosnak ez egy igen érdekes kísérlet, meg hát nekünk kívülállóknak is egy érdekes, mert ugye
fájdalom küszöb méréséhez fájdalomra van szükség. De alapesetben. És ezt egy, az egyik ujjukat szorító eszközzel érik majd el. Ugye ez egy teljesen gépi lehetőség, amit attól függően, hogy mikor állítják meg, attól függően veszik föl a műszerek az értékeket. Ugye eleinte a súlytalanság maga, mint érzet, ha még véletlenül valamelyik hallgató nem volt ugye a súlytalanság állapotában, nekem egy rövid időre megadatott, ilyen ejtő toronyszerűen, tehát először úgy érzi az ember magát a súlytalanságot, hogy ugye zuhan, utána meg talán egy olyat, hogy mintha egy picikét még mellé, miközben zuhan, ugye fejjel lefelé lógna, hiszen a lábból felszorul a vér az agyba, mert ugye a gravitáció lefelé nem húz, és kicsit egy ilyen fejjel lefelé való zuhanásra emlékeztet, amit, hogyha valakinek ugye nyitva van a szeme, és közben látja, hogy az űrhajónak a belső tere az nem mozdul el, akkor ez egy idő múlva ugye korrigálódik, és mint a vízben való úszás, után, amikor az ember visszakerül a felszínre, tehát amikor kell mászni ugye az úszó medencéből, akkor meg egy ilyen hirtelen túlsúlyosságnak az érzése van, mert ez az, ami általában ugyan eszpolira nem jól szokott hatni. Igen, a visszatérés. A visszatéréssel kapcsolatban egyébként Szergej Jazanszki ugye az első repülésén, ahogy visszatért a nemzetközi űrállomásról, bizony a visszatérés utáni második napon már beöltöztették egy orosz űrséta szkafanderbe, és ugye az oroszoknak van ez a Mars 500, volt ez a Mars 500 kísérletük, ahol 500 napos marsi utazást, illetve rövid mars felszíni tartózkodást szimuláltak. Ennek a helyszínén, igen, ennek elkülönített, ennek a helyszínén ő úgymond szimulált marsra szállási műveleteket hajtott végre. Tehát azt kísérletezték, hogy fél év súlytalanság után szimulált marsi gravitációban ugye föl volt kötve, tehát rá volt kötve ő és az űrő a kiegyensúlyozó szalagokra, hogy marsihoz közeli nehézkedési viszonyokat szimuláljanak, és leszállás után végrehajtandó műveleteket próbáltak ki, ami azért, tehát az egy elég megterhelő vizsgálat volt. Ugyanakkor élesben egy olyan ember tudtak tehát használni ehhez, aki előtte sokat töltött el ugye a súlytalanság állapotába valóságban. Valószínűleg egy marsi körülményt a hirtelen súlytalanságból súlyossá válásra könnyebben viselne az ember, ugyanakkor azért eléggé bicegne, mert nem a Földön megszokott fordulási reakciók, láb emelési gyorsítás, tehát amikor hirtelen mondjuk ugornunk kell legyen, stb., hanem azt is egy ilyen valami delay-jel, egy ilyen kicsit hosszabb késleltetéssel lehet érzékelni. Hát ez érdekes játék. Én nem kívánom ennek az állapotnak a gyors változását, tehát én nekem épp elég volt az az egy rövid kis úgymond súlytalanság. Nem jó érzés, főleg akkor, hogyha ugye tudod, hogy alattad ott a Föld, és tényleg neki ütközhetsz ugye zuhanás közben. Bár hogyha valaki a Földön kezdne például egy ejtőernyős zuhanni, akkor csak amíg el nem éri azt az állandó sebességet, amivel ugye lefelé fog ugye zuhanni, tehát a légellenállással, az az igazi ilyen súlytalanságérzés, aztán utána visszajön neki a súlya, hiszen ugye állandósan a zuhanásnak a sebessége, de hát egy ejtőtoronyban az egy érdekes jelenség. Jó, hát akkor mennyi időt szánsz még az adásban? Szerintem lassan akár zárhatjuk is ezt az adást. Ez a startoló Soyuz rakéta nagyon szép lezárókép.